Talán az első és a legfontosabb most, hogy holnap lesz az egészség világnapja, április 7-én. Ilyenkor szoktuk megtartani, a Mit tudsz az egészségről versenyünket, de most a helyzetre való tekintettel ez csúszik. De a világnap kapcsán véradási akciót fogunk tartani. Tervek szerint horgoson lesz a, a művelődési házban, ahova szeretettel várjuk a véradókat, régieket, újakat. Tehát mindenki, aki egészségesnek érzi magát, jól érzi magát, jöjjön el, és adjon vért az egészség Mik az elmúlt időszak kiemelkedő aktivitásai, amiket végrehajtott itt a Vereskereszt? Ami nagyon fontos volt számunkra, hogy segíteni tudunk a, az egészségügyinek a munkájába, két hónapja három önkéntesünk folyamatosan segíti a, az oltakozásnak a folyamatát. Hát körülbelül 370 órát dolgoztak az elmúlt két hónapban, hogy a polgárok megkapják a pontos értesítéseket arról, hogy mikor kell nekik megjelenni a, a védőoltásokra. We'll be right <laughs> back. Továbbá megkezdtük a, akármilyen nehéz is betartani a szabályokat. Elkezdtük az elsősegélynyújtó tanfolyamokat a fiataloknak szervezni. Martonoson van egy kis csapatunk, és Kanizsán is úgy tervezzük, hogy áprilisban megindítjuk az elsősegély tanfolyamot egy 20 órás, egy nagyobb lélegzetűt, amiből majd talán valamikor májusra lesz egy községi versenyünk is. Ebből a gép Gépjárművezetők is tudnak vizsgázni, tehát tudnak eljönni erre a képzésre, és itt tudják az első segélyt sajátítani, ami szükséges ahhoz, hogy le tudják tenni a hajtási engedélyhez való vizsgát. A gépjárművezetők az egy külön törvény rendelkezik, hogy őknek milyen képzést kell elsajátítanunk. az egy külön képzés, az egy 8 órás nyújtó oktatás, amit természetesen megszervezzük szükség szerint, úgyhogy ha vannak jelentkezők, szeretettel várjuk őket. Ugyanez vonatkozik a munkavállalókra is, a munkavédelemről szóló törvény előlátja nekik is, hogy milyen program, úgy az alaptanfolyam, mint az emelt szintű tanfolyam, tudunk szervezni, vannak megfelelő licenszel ellátott oktatóink, és a munkaadókkal általában egyeztetve szoktuk megtartani ezeket a tanfolyamokat. Ami még fontos volt az elmúlt hónapban, kiírtuk az iskolák részére a vér életet jelent rajzpályázatot, ami 31-én zárult. Úgyhogy most van éppen folyamatban a munkáknak az értékelése, még nem ült össze a bizottság, de nagyon örülünk, hogy akkor, a, ennek a helyzetre való tekintettel is elég sok munka érkezett be. Mind a, mind a három általános iskolából tanítók, tanárok készítették a diákokat. Ezúton is szeretnénk megköszönni nekik, hogy így online oktatásba is el tudták ezt készíteni. Az elején említetted, hogy lesz véradási akció. Kicsit mélyegyünk ebbe is bele. Milyen helyzet most a véradók körül jelentkeznek, vannak-e véradók, mely vérből van hiány. Mondjuk, Anis, a községben mindig a terv szerint szoktuk a szabadkai vérjátomlesztő szolgálattal közösen. Nem jeleztek felénk, hogy bármelyik vérből is szükség lenne, tehát folyamatosan tudjuk biztosítani azt a mennyiséget, ami a betegeknek kell. Természetesen nagyon fontos, hogy, hogy minél többen megjelenjenek, mert hiszen a COVID-betegek gyógyításában is használják a vért és a vérkészítményeket. A fontos tudni, hogy aki jelentkezik víradásra, Gondolom, hogy már a lakosságban elég sokan fölvették a védőoltásokat. Itt akik a pfizer a Modena és a, a sinovac a, a igen, a Moderna, Pfizer és a Sinovac védőoltást vették föl, ők jöhetnek rögtön vért adni, akik pedig az AstraZeneca és a Sputnik védőoltásokat vették föl, nekik két hét türelmi időt kell, hogy kivárjanak a véradásig. Akik viszont nem tudják, mert esetleg, nem tudom, előfordulhat, hogy nem tudják, hogy miért vettek föl, itt a transzfúziósok azt mondják, hogy legalább négy hetet kell várni. Tehát mindenféleképpen, ha jelentkeznek véradásra, és előtte fölvették a védőoltást, hozzák magukkal azt a igazolást, amit kaptak az egészségházból, és ezzel jelentkeznek a véradáson az orvosnál, és ő meg fogja mondani, hogy mi a teendő. Véradóknál a véradás előtt bármilyen tesztet most végeznek, hogy megállapítsák, hogy esetleg vírus hordozója az illető, aki vértad, vagy ez hogy működik most? nem végeznek, csak a, a, tehát a hagyományos klasszikus szűrővizsgálatokat végzik el a véradások előtt. A COVID-tesztre nem csinálnak, hiszen nem vérrel terjed, és ezáltal nem szükséges, hogy teszteljék a betegeket. Fontos kiemelni, és mindig elmondjuk, hogy akik először jelentkeznek véradásra, meg általában nem, Elfelejtünk, hogy víradás reggel reggelizzenek a, a víradók, hiszen egy egészséges ember íradása, aki jelentkezik, az reggelizik, tehát hogy úgy jöjjön el, hogy jó érzi magát, jó közérzetben, egészségesen reggeli után is várjuk szeretettel a szakciókon. Másik fontos tevékenység még itt a Vörös a népkonyha. Ez most hogyan üzemel? Hát a népkonyhán most teljesen telt létszámban 110 személy részére készítjük a, az ételt. A, a nagyon jó együttműködünk a szociális központtal, ahol szinte állandóan tudjuk követni a hiányzásokat, tehát hogyha valaki nem jön rendszeresen, le tudjuk venni, tudjuk föl, tud másik a helyére kerülni. Ami nagy nehézséget okoz a népkonyhába az, hogy egyre több az a 75-80 éves idős ember, aki nem tud eljönni a a kiosztó helyekre. Tehát egyre nagyobb teher jön a, például a falu akik ebben nagyon nagy segítségre vannak, valamint a kollégákra, hogy az idős személyeknek házhoz viszik el az ételt, és ez úgy időbe, energiába megterhelő, de ez a szám növekszik ezen mindannyiunknak, aki a népkonyhával összefüggésben van, ezen el kell, hogy gondolkodjunk, hogy ezt a későbbiekben hogy fogjuk megoldani. Most ez hány felhasználót jelent? Hát ez most egy 20-25 felhasználó, akinek el kell juttatni az ételt Házhoz. És egyébként összesen hány felhasználója van községi szinten a népkonyhának? A községben 110 személyre főzünk minden hónapban. Nyáron van két hónap szünet, a július és augusztus, akkor nincs népkonyha, de a ősztől késő tavaszi koranyárig végig van.